Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Áder János a Lőveiben a köztársasági elnök a fenntarthatóságról tartott rendhagyó órát a diákoknak. Győzött a mandulafa, a havihegyi famatuzsálem lett az európai év fája. Innovációs nap az egyetemen, együtt gondolkodás a régió fejlődése érdekében. Pécset tartott előadást Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a víz világnapjához kapcsolódóan, a víz fontosságáról, a klímaváltozásról és a fenntarthatóságról beszélt a Lővei Klára gimnázium diákjainak. A nem mindennapi tanóra több mint 45 percet tartott, utána kérdezni is lehetett a köztársasági elnöktől. Megtelt a Lővei Klára gimnázium tornaterme, ahol Magyarország köztársasági elnöke tartott rendhagyó előadást a diákoknak. Áder Jánost felesége Herceg Anita is elkísérte, aki korábban a pécsi gimnázium diákja volt. Zalai Szabolcs a gimnázium igazgatója kifejtette, az iskolák felelőssége is nagy abban, hogy a kamaszok miként gondolkoznak a fenntarthatóságról, így ezen a héten ehhez kapcsolódó tanórákat, programokat tartanak az iskolákban. Magyarországon nagyon sok iskolában fenntarthatósági témahetet tartanak, és azt hiszem, hogy nagyon jókor van ez a program. Ha belegondolnak, hogy március 20-a van, ez a régi időszámításokban a különböző archaikus népeknél az év utolsó napja volt. Március 21-én kezdődött a naptári év, a tavaszi napi egyenlőség van. 10% az, amit tisztítás nélkül emberi fogyasztásra alkalmazható. Áder János a vízvilágnapjához kapcsolódóan, amit március 22-én ünneplünk, tartotta meg az előadását. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy amellett, hogy folyamatosan csökken a tiszta víz mennyisége a Földön, még a szennyezés is terheli vizeinket. Turn off that faucet and turn off the waste. Turn on investments. Napjainkban már 20 000 darab PET palackot gyártanak másodpercenként a világon, aminek lebomlási ideje 4-500 év, de mielőtt még a lebomlás megtörténne, apró darabokra hullik és elszennyezik a tengereket és óceánokat. Ma a világon 2,5 milliárd ember él vízhiányos területen. Ha nem változtatunk a vízkezelési szokásainkon, akkor 2050-re az akkori népesség, majd erről lesz szó később, hogy ez mennyi is lesz akkora, az akkori népességnek a fele súlyosan vízhiányos területen fog élni. Nem véletlenül mondtam, hogy ez az évszázad, a 21. évszázad a víz évszázada lesz, miközben a 20. az olaj évszázada volt. Áder János szerint közgazdasági szemléletváltásra lenne szükség, ahol többek között a hulladékra nem szemétként, hanem nyersanyagként tekintünk. De kisebb léptékben mi is tehetünk érte, tette hozzá a köztársasági elnök, aki előadásának végén magyar találmányokkal is alátámasztotta, hogy tehetünk a fenntarthatóságért. Győzött a havihegyi mandulafa. A 2018-ban az év fájának választott fa Matuzsálem több mint 45 000 szavazattal az első helyen végzett az Európai Évfája nemzetközi versenyen. Az egy hónapig tartó közönségszavazás eredményét március 19-én este jelentették be a brüsszeli díjátadón. 135 éve magasodik Pécs városa fölé a havihegyi mandulafa. A különleges csavarodott törzsű fa Matuzsálem sok fotón esküvői képen látható. Az évek során Pécs egyik nevezetessége vált belőle. A helyiek szeretete és összefogása segítette hozzá, hogy 2018-ban az Ökotárs Alapítvány által szervezett évfája verseny első helyezettje lett, maga mögé utasítva a római partifákat, a kimlei hársat vagy a szebényi nagyfát. Az öreg fa idén februárban 14 társával együtt az Európai Évfája címért szállhatott ringbe. A Környezeti Partnerség Egyesület által szervezett nemzetközi versenyen 15 ország különleges fája közül lehetett kiválasztani a legérdekesebbet. Az egy hónapig tartó szavazás az első 3 hétben nyilvános volt. Az utolsó napokban azonban már nem lehetett látni a voksok számát. Az erős mezőnyből a szavazás során az első 2 helyezést mindvégig az oroszországi Abramcsevói tölgy és a pécsi mandulafa birtokolta.
A szavazás hetei alatt példaértékű összefogás valósult meg városszinten, sőt országosan is. Pedagógusok, diákok, szülők, óvodák, általános és középiskolák, a helyi és az országos sajtó munkatársai, civil szervezetek és intézmények épp úgy segítették a diadalt, mint az országos hatókörű környezet és természetvédelmi szervezetek. A Pécsi Tudományegyetem és Pécs megyei jogú város polgármesteri hivatala pedig széles körben terjesztette a szavazást intézményeik, dolgozóik, az egyetemi hallgatók és a lakosság körében. A Havihegyi Mandulafához túrákat szerveztek, jogáztak mellette, sőt még egy angol fanagykövet is meglátogatta. A közösségi oldalakon naponta többen posztoltak képet a fáról, és buzdították szavazásra ismerőseiket. A példaértékű összefogás eredménye március 19-én vált nyilvánossá. Ekkor ismertették a február 28-án lezárt szavazás eredményét Brüsszelben. 45.132 szavazattal a pécsi mandulafa lett az európai évfája. 8. alkalommal rendezték meg a Pécsi Tudományegyetem innovációs napját. A korábbi évekhez hasonlóan az innovációs nap legfontosabb célja az egyetem központú innovációs ökoszisztéma fejlesztése, valamint a megyében működő cégek együttműködésének elősegítése és előkészítése volt. Baranya megye elismert és meghatározó cégei vettek részt a Pécsi Tudományegyetem idei innovációs napján. A rendezvényen a céges együttműködések kiépítése mellett fontos szerepet kapott az egyetemi technológiák bemutatása, illetve a befektetői igények felmérése is. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés a PTI innovációs nap, és nagyon fontos, hogy legyen egy nap, egy hely, ahol a piaci résztvevők, a cégek és a kutatásban dolgozó, PTI-n dolgozó munkatársak találkozni tudnak, eszmét tudnak cserélni, és tovább tudják együtt vinni a folyamataik. A korábbi évekhez hasonlóan a 2019-es innovációs napon is előadások, prezentáció keretében mutatták be a különböző technológiai újításokat, valamint a vállalkozások potenciális fejlesztésének lehetőségeit. Újdonság viszont, hogy emellett idén a pénzügyi szféra, az anyagi oldal képviselői is szép számmal vettek részt a rendezvényen. Az idei innovációs nap az abból a szempontból egy kicsit más, mint az előzőek, hogy az innovatív ötletek és termékjelöltek mellett ezúttal a pénzügyi szféra képviselői is jelen lesznek az innovációs napon. Tehát együtt lesznek az ötletgazdák, a termékgazdák és azok, akik ezt potenciálisan támogatni tudják, hogy ezekből valóban piacra kerülő termék legyen. A PTE innovációs napon megközelítőleg 30 cég képviseltette magát, a helyszínen pedig több mint 100-an regisztráltak. A napot plenáris ülés indította, majd szakmai kerekasztal beszélgetések, prezentációk, szekcióülések következtek. Három hónapja járja Baranya megye falvait a kormányablakbusz. A mobilizált ügyintézési iroda nagyban megkönnyíti nem csak a természetes személyek, hanem a vállalkozások hétköznapjait is. A busz segítségével szinte bárhol tudnak ügyet intézni az érintettek. Most a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában mutatták be a buszt. Január óta járja a kormányablakbusz Baranya megye falvait, meghatározott menetrend alapján érkezik a településekre, ahol másfél-két órát tölt el. Ez idő alatt az ügyfelek több mint 2500 féle ügykört kezdeményezhetnek, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Nagyon megkönnyíti az ügyfelek dolgát, és hát, hogy olyan példákat említsek, ugye, hogy az aláírás, a cégek esetében a pecsét, a hivatalban a munkaidő nem számít ilyen esetben, mert 24 órás ez a szolgáltatás, és még egyéb előnyöket is fel lehetne sorolni, tehát mindenképpen vonzó. A kormány döntése szerint az országban 10 kormányablak feladatok ellátására kialakított mobilizált ügyfélszolgálat viszi közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz. Most a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületéhez érkezett a kerekeken guruló iroda. A buszt a Modern Vállalkozások program kapcsán mutatták be főként mikro, kis és középvállalkozásoknak. Az ingyenes rendezvényen a digitalizáció fontosságára hívták fel a figyelmet. Az Iparkamarában szinte minden héten van valamilyen rendezvény, amit a cégek igénybe tudnak venni teljesen díjmentesen. A Modern Vállalkozások program az egy 6 rendezvényből álló rendezvénysorozat, mely már tavaly óta megy, az körülbelül havonta, két havonta van neki egy rendezvénye, vagy itt Pécsen, vagy Mohácson. Itt próbáljuk a cégeket erre a tudásanyaghoz hozzájutatni.
A kormányablakbusz segítségével hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés valósulhat meg, hangsúlyozták a kamarai rendezvényen. Az elmúlt években egyébként 14 kormányablak nyílt Baranya megyében, ebből 4 Pécset található. Az idei évtől pedig egy kormányablakbusz is járja a baranyai településeket. Modern lélegeztetőgépek kerültek a Pécsi Klinikai Központba. Az Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 16 korszerű eszközre cserélte le az eddig használt berendezéseket. Az új eszközök jelentősen növelik a betegbiztonságot és csökkenthetik az intenzív osztályon töltött napok számát is. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében folyamatos az átkihasználtság. 16 ágyon látnak el súlyos intenzív ellátást és lélegeztetést igénylő betegeket. Az elavult lélegeztetőgépeket, amelyek átlagosan 12 évig nyújtottak segítséget a betegellátásban, nemrég 16 modern és korszerű eszközre cserélték le. Ezek az új gépeink már nem csak a múltat váltják le, hanem jövőbe mutatóak. Olyan szoftverekkel rendelkeznek, amelyekkel segíthető a betegek gépekről való leszoktatása, amivel rövidíthető az intenzív terápiás ellátás. De ami talán a legfontosabb, erről kevesebb beszélünk, a betegbiztonság. Az új gépek nem csak a betegek számára nyújtanak segítséget. Egyszerűségükkel, könnyű kezelhetőségükkel, modern felületükkel az ellátó személyzetet, nővéreket, ápolókat és az orvosokat is segítik munkájukban. A jelenleg a legkorszerűbbnek számító berendezések a spontán légzés beindításában is fontos szerepet játszanak, és a következő 10 évben meghatározóak lesznek a súlyos, lélegeztetést és intenzív osztályos ellátást igénylő betegek gyógyítása. A legfontosabb előny, hogy minden ágyon ugyanolyan típusú gép van, nem heterogén a géppark. Ez nagy könnyebbség a nővéreknek, nagy könnyebbség az orvosoknak. És nagyon jó az is, hogy a legújabb funkciót, lélegeztetési funkciókat mind tudja ez a gép. A közel 100 millió forintos beruházás az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös konszolidációs programjának keretében valósult meg. Ismét lesz orgonája a Pécsi Evangélikus Gyülekezetnek. A hangszert már az 1930-as évek óta használják, és azóta szinte semmilyen felújítást nem végeztek rajta a szakemberek. Most azonban megkezdték a felújítási munkálatokat, és várhatóan április végére el is készülnek vele. Az orgona püspöki felszentelése május utolsó vasárnapján lesz. Már javában dolgoznak az orgonaépítő mesterek a Pécsi Evangélikus templom karzatán. Felújítják az orgonát. Most épp a szélládákat állítják össze a munkások. Ez áramoltatja a levegőt a sípokba. Az orgona az 1930-as évek óta szolgálja a gyülekezetet, ám eddig nem végeztek rajta szakszerű felújítást. Októberben kezdődött el az orgonának a lebontása, elszállították az orgonaépítő műhelyébe, ahol megkezdődtek az orgonasípok rendbetételei, felújításai, és valószínűleg, hogy április végére lesz kész ez a hangszer. A felújítás mindegy 10 millió forintba kerül. Ennek a felét a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából finanszírozzák, a fennmaradó részt pedig a hívek adományaiból gyűjtötték össze. A gyülekezetnek ugyanis fontos, hogy méltó hangszer szóljon az Isten tiszteletek. Csak közös éneklés, ami igazán közösségé képes bennünket itt vasárnaponként formálni, az ige mellett természetesen is a szentségek mellett, egy nagyon fontos hitbeli kifejeződésünk, vagy kifejezésünk az éneklés. És pontosan ebből azokból fakadóan gondoltuk azt, hogy nagyon fontos, hogy milyen orgona az, ami az énekünket kíséri. A felújítás várhatóan április végére fejeződik be. Az orgonát május 26-án Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke ünnepélyes istentiszteleten szenteli fel. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Áder János a Lőveiben, a köztársasági elnök a fenntarthatóságról tartott rendhagyó órát a diákoknak. Győzött a mandulafa, a havihegyi fa matuzsálem lett az európai év fája. Innovációs nap az egyetemen, együtt gondolkodás a régió fejlődése érdekében.
Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán este derült lesz az égbolt városunk felett. Csapadék nem várható, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Csütörtökön sok napsütésre és csapadékmentes időre számíthatunk. Az északi, északkeleti szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!